csapat egyik legjobbja, Tomori Zsuzsanna. Ugye őt külön kiemelte az előbb Elek Gábor. Szia, gratulálok a te teljesítményedhez is, meg a csapat teljesítményéhez is. Az edzőtök azt mondta, hogy most ő a játékkal is elégedett volt, nem csak az eredménnyel. Korábban mi lehetett a gond? Nyerni nyertetek, de a játék egy picit akadozott. Igen, igen, a felkészülés alatt nagyon jó csapat munka volt. Ahogy elkezdődött a bajnokság, ez úgy valahogy elveszett, de azért mindig hoztuk a két pontot. Most a Dunaföre ellen nagyon megszenvedtünk, ott egy gólos győzelmet arattunk otthon, és ott egy kicsit összeültünk, megbeszéltük, hogy mit kéne csinálni így a csapat is amúgy. Ezen hogy... a megbeszélésen mi hangzott el? Hát semmi pozitív dolgok, tehát próbáltuk egymást biztatni, hogyha tovább támadunk, nem két passzból lőjük el, figyelünk a másikra, mozgunk a labda felé, akkor valószínűleg több gólt fogunk és könnyedebben fogunk nyerni, nem fogunk szenvedni. Úgyhogy ezt most úgy érzem, hogy csapatként nyertük meg, tehát mind a beállósok, szélsők, kapusok, mindenki 100%-osan itt volt, a lerohanásaink bejöttek, a kapusvédő munka működött, a beállósok zártak, mozgott mindenki, úgyhogy úgy gondolom, hogy valami ilyesmi úton kell elindulnunk. Elek Gábor azt mondta, hogy úgy érzi, talán átszakadt a mai meccsen valamiféle gát. Igen, ilyenkor én ezt azért nem akarom, tehát mindig azt mondjuk, hogy most szakadt át, de hát ez majd kiderül szerdán a Debrecen ellen. Az egy nagyon jó mérkőzés lesz szerintem, és mindenképp meg kéne nyernünk, és ha azt megnyerjük, akkor azt mondom, hogy igen, valami átszakadt, és afelé hajlunk, amerre szeretnénk. Sok sikert ahhoz a mérkőzéshez is. Még egyszer gratulálok a teljesítményetek.